A szabadkai vízmenek és csatornázási kommunális közvállalat 2009 óta működteti a rekonstruált és felújított, újonnan épített szennyvíztisztítóját. Ennek egy érdekes momentuma, hogy az előző időszakban a régi szennyvíztisztító nem rendelkezett olyan vonallal, ami az ISZAP-nak a kezelését jelentette. Jelenleg a megtisztításból származó iszapot stabilizáljuk, rothasztjuk, ebből metán gázt nyerünk, amelyet belső égésű motorokkal összhangban, tehát a belső égésű motorokkal égetjük és elektromos energiát állítunk elő. A melléktermék, ami jelentkezik, egy olyan szárazanyag, egy 20% szárazanyag tartalmú anyag, iszap, amely melléktermékként jelentkezik ebben a ciklusban. Két évvel ezelőtt, amikor belkezdtünk a félüzemi kísérletekbe, az volt a cél, hogy a legegyszerűbb és a legkönnyebb módszert, ami a lehetőségeink között szerepel, ez pedig a komposztálás, kipróbáljuk, hogy hogyan fog rálenni erre a mi melléktermékünk. Két nagyon fontos kérdésre szeretnénk volna választ kapni. Egyik az, hogy megfelel-e az EU-s követelményeknek, ami a kémiai, mikrobiológiai, fizikai összetételét illeti, illetve tudjuk egyáltalán komposztálni ezt az anyagot. Nagyon jó eredmények születtek annak idején. Ezzel persze a partner a zárójelentésével be is fejezte ezt a félüzemi kísérletnek a jellegét, illetve itt meg is határozta, hogy valójában ezzel a komposztált anyaggal, illetve iszappal hogyan tudjuk terhelni a talajt. Tehát talajterhelési mutatókat is bemutatott ebben a modellben, úgyhogy hozzájutottunk olyan fontos paraméterekhez, amelyek elvileg igazolták azokat a feltételezéseinket, amelyeket szükség volt bebizonyítani. Azonban nem egy ilyen egyszerű kérdés a 21. században azt, hogy mit kezdünk egy ilyen mennyiségű iszappal, ugyanis azt tudjuk, hogy a világban nagyon sokfajta környezettechnológiai megoldás van, ami elsősorban attól függ, hogy milyenek a helynek az adottságai, milyen a társadalmi viszontagsága ennek, milyen anyagi háttérre rendelkezünk, és egyáltalán milyen a befogadó készség ennek technikai, technológiai szemszögből is egy adott településen, városban. Nagyon sok paramétertől, illetve nagyon sok karaktertől függ az, hogy valójában miként lehet dönteni ezügyben. Ezt viszont csak úgy tudjuk, ha egy megfelelő kivitelezhetőségi hatástanulmányt készítünk arról, hogy mik volnának azok a legjobb megoldások, ami az ISZA hulladék kezelését illeti, illetve annak a hasznosítását. Jelenleg egy olyan EBRD-s finanszírozási, illetve banki kölcsön folyamatban vagyunk, ahol itt erre lehetőség nyílt, hogy külföldi konzultáns, illetve szakember csoport részén, szakember csoport segítségével kidolgozzuk azokat a lehetőségeket, hogy a város számára is, és akár a közvállalat számára is a legjobb technikai, technológiai és fenntartható, gazdaságilag fenntartható, kihangsúlyozom, modelleket dolgozzuk ki, variációkat, amelyekből a későbbiek során akár a város, akár a közvállalat tud választani, tehát dönteni tud, hogy valójában milyen irányba fog elhaladni. Tehát nem egy könnyű feladat, ezért külföldi tapasztalatra van szükség, külföldi referenciákra, ugyanis ezek azok a garanciák és lényegében, hát így mond, tapasztalat, szakmai tapasztalat segítség ezen a téren, ugyanis itt nálunk Szerbiában ilyen jellegű berendezés nem létezik, illetve ilyen jellegű tevékenység az iszapok körül, illetve maga a szennyvíziszap körül tudomásom szerint nincs. Tehát itt megint az a lényeg, hogy kapjunk egy olyan technológiát, technikát, illetve egy irányt, amely meg fogja majd mondani nekünk, hogy valójában hogyan tudjuk legkedvezőbben, környezetvédelmileg, gazdaságilag, egy fenntartható rendszerben ezt a mi iszapunkat hasznosítani.